Sok minden történt, ami először történt az életetekben, amit egymásnak tudtatok adni. A nap, amikor gyalogolni kellett a fagyontarlón, aztán az a pillanat, amikor talán a sors felső utasítására az a bizonyos fűtés elromlott csillámá, a közös sárkozás az elvárásztal, és soha nem hosszan, nem hosszan. Nem számít más, csak maga az érzés. Ez az univerzum törvénye. Harcolunk ellen, és szeretnénk letagadni, de ez persze csak önállítás és hazugság. Nagy magabiztosan felszedjük a fejünket, pedig nyilvánvaló, hogy a döntés a sorsunkról. Nincs a kezünkben. Ki tudja, milyen mértékén vagyunk a saját sorsunk formálói. Ha eljátszunk egy kicsit a gondolattal, hogy nem teljesen és nem egészen, az mennyire befogadható és elfogadható ebben a közegben. Mind a kettőtök hivatása tudományos tényeken alapuló exakt realitásokkal különhatárolt, törvényszerűségeket felvonultató komoly tudomány, mit akarok én itt, előre elrendelt dolgokkal. De mégis annyira hihetetlen az, hogy ti egyszer már a hivatalosnak számító egymásra felállásokat előtt találkozhatok. Abban a bizonyos nyelvtáborban. Szajmas Csillagudit, hogy az ő személyesen jelen jövő Király Mártonnal házasságot köt. Igen. Köszönöm. Kivelentél Király Márton, hogy az ő személyesen jelen jövő Szajmas Csillagudittal házasságot köt. Igen. Megállapítom, hogy királyné Szajmas Csillagudit és Király Márton a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házasságok. Az egymást szerető emberek alig, hogy ültöznek egymásra nála. Ez a kis keret, különalkú forma jelképezi egyszerre a folyamatosságot, a védettséget, a végtelenséget és a kötődést. Ezáltal lett a karikagyűrű az örök szemben szimbóluma. A végtelenségnek a szép jelképét most visznek egymásra. Hogy szemlelmányást szíved magában nem fogad, s nem kéri tőlem soha vissza aranyú ifjúságodat. Köszönjük egymást az első hitvesi csókkal! A házasság és a szövetség egy olyan szövetség, ami biztonságot ad. Amiben érdemes élni, amiért érdemes élni. Az ember nem olyan született, azonban anélkül a vágy nélkül, hogy ne csak létezzünk, hanem valakinek fontos. Felcserél a kárpánul, a legfontosabbak legyünk, senki sem házasodnak, egyszer sem. Kell, hogy legyen valaki, aki nem magyar, igényel esküvel, és maradjon is jóban, rosszban, egészségben, betegségben, és mindig. Bármi is történik. Ezért legyen a nagy bizalommal és Isten eljárás iránt. Soha nem egyik eljárás kezdét. Érez házasságot, egy életen át tartó megírt beszélgetés. Gratulálok a házasságkötéshez. A szeretet emberi érzés. Nem csak egy szó, csak a kapcsolat számít, amit ez a szó sejtett. Ez a kapcsolat, amit a szó sejtett, ez az út, amit most kezdtek meg, nem mindig sima és egyenes. Minden ilyen fejlés távol áll tőlem, de ez az út néha rögös, göröngyös, és még az is megtörténhet, hogy egy-egy keresztútnál eltérnek. Néha tudni kell ezen az úton járva,
megérteni. A problémát külön kontextusba helyezni, mintha párhuzamos valóságban érkeznének. Néha tudni kell megbocsájtani, és az is lehet, hogy néha tudni kell felejteni. Ezen az úton akkor érdemes végigmenni, ha együtt vagyunk mindig. És ha két ember, hogyha a kezdet-kezdetén úgy forr össze, hogy amikor eljön a vége, és mi visszanézünk, akkor már nem tudjuk érkezni, hogy hol volt az a kezdet, hogy mi volt az az első szó, mi volt az első alkalom. Minden kapcsolati időszámításában megjegyezik ezeket az alkalmakat, de valójában ezek számítanak. Mert minden alkalom pont olyan magával érhetődő és természetes lesz mindig köztetek, ahogyan csinálom az akarat. És ahogy tudtátok mind a ketten akkor, hogy ez valami más, egészen más és sokkal több, mint bármi eddig. Ha már túljutottam minden helye, hogy ajkad számra a mintát vegyen, volna egy kedvem megöregedni vele. Életetek új szakaszához értetek és döntöttetek. Bebizonyítottátok, hogy a szerelmetek, a barátságotok valóban egy komoly kapcsolat, hogy kitartó, minden nehézséget legyőző, igazi szerelem, hiszen házasság ebben. Már csak mi tudjuk, milyen eredetű egy korhat fár négy kezdőbetű, mit egykor belekarcolt, ki végig érintett harcolt. Most újra lelőtted át, és válaszol el. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Egyszer már látszott és megmutatkozott, hogy majd mi lesz az új, de ez még csak egy kis kóstoló volt a sorsból, és egyáltalán nem tudhattátok, hogy mi következik. 2018. november 16-án az már egy igazi rendezvú volt a Szénius Teaházban. És nem gondolhatjátok akkor sem még, hogy a mondatom így hangzott, látom, te se szereted az embereket, az mit indít majd akkor is volt el. Ez egy olyan rendezvú volt, ahol nem voltak kínos szünetek és csendek, ahol tényleg volt mondani való, mondandó, és látszott az. Egy közös tímonon és közös hullámhoz. Pedig Marci ezt nem is tudta, hogy Csilla azon a családjával tímonyban kirándult, és rettegett, hogy nem fog odaérni a bizonyos rendezvúra. Csilla egyértelműen lenyűgözte Marci intelligenciája, az élethez való hozzáállása, a műveltsége. És az, hogy bár igazán volna mindenhoz kéne lennie, ő egy nagy összegény. Marci pedig úgy érezte, hogy minden olyan természetes, olyan magától érthető, hogy Csilla nagyon spontán, hogy egymásról következnek a dolgok, hogy semmit nem kell és nem is lehet előtetni. És valóban a dolgok egyik a másik után következnek. Kijelentette Szarvas Csilla Judit, önként és szabad akaratodból, senki által sem befolyásolva, hogy az itt jelenlévő dr. Király Mártonhoz, a feleségből kívánsz menni, társa leszel örömben, bármiban, egészségben, betegségben, holtomiglan, amíg a halál el nem választ, kérlek, válaszolj igenne, ha ez a szándékod. Igen. Jelölted-e dr. Király Márton,
önként és szabad akaratodból, senki által sem befolyásolva. Hogy az itt jelenlévő szarvas csíve Juditot feleségül kívánod venni, hogy társa és támasza leszel az élet útját járva, igaz és hű társa egészségben, boldogságban, bánatban, örömben, szomorúságban, minden körülmények között. Kérlek, válaszolj jól hallható igennel, ha ez a szándékod. Igen. Kijelentem, hogy dr. Király Márton és dr. Királyné és Szarvas Csilla Judit házastársa egy nagy tapsot szeretnék kérni. Életetek összekapcsolódásának nagy ünnepén én azt kívánom, hogy a házasságotok az egy élő kapcsolat legyen, olyan kapcsolat, amikor be tudjátok fejezni egymás megkezdett mondatát, hogy szavak nélkül is értsétek mindig, hogy mi fáj a másiknak, hogy mikor kíván egy percnyi csendet, együttérző simogatást, hogy mikor van az a pillanat, mikor szó nélkül alakul át a fagyott talpon. Az kell, hogy jó ízű legyen a kortya másik poharából, hogy egy színről, egy képről, egy dallamról ugyanaz jusson az eszetekre. Tudjátok-e, hogy a szerelem mit ér? Megszépítik értékét az évek, de a szerelem nem sóhaj és nem sétatér. Nem holdvilág, padok és nagy beszélgetések, mert lesz benne minden. Ó, latyak, vihar, az életet együtt kell szeretni. Mert a szerelem az olyan, mint egy dal, és nem könnyű jó dalt szerezni. De mi mindannyian, akik most itt vagyunk, kívánjuk és reméljük, hogy az általatok szerezett életszimfónia hosszú, de szép és tartalmas, és hogy nem lesz soha hamis. E gondolatok jegyében kívánom, hogy 50 év múlva is így ülhetek már egymás mellett, igaz akkor ő szülőfejjel, de akkor is így kéz a kézben, ahogy most, és egymás szemében nézve mondhassátok. Lehet, hogy nehéz volt néha, de szép volt, és megérte. Legyen így, legyetek nagyon boldogok. Olyankor szeress, amikor nem senki se vált, csak akkor keres, ha összefordul a nyelv, s ha elhangolnak majd regénybe illő éveink, akkor ahogy először, te ugyanel majd megint.